Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, itt a Tech2 YouTube csatornáján, én Zsolt vagyok, most pedig a Škoda fedélzeti rendszerével foglalkozunk, amit egy Škoda Kodiaqban tudtunk tesztelni. Ez egy szabadidő terepjáró, méghozzá 2 literes TSI benzinmotorral, 180 lóerőt képes leadni a legjobb fordulatszámon ez az autó. Elég kényelmes, elég tágas, és a megjelenése is megfelelő, szóval már csak a fedélzeti rendszerre voltunk tényleg kíváncsiak. Ez tehát a Škoda fedélzeti rendszere, ami erős hasonlóságot mutat a Consent más márkáinál látottakhoz. Például a Volkswagennél is teljesen hasonlóak a menüpontok, és ahogy ott, úgy itt is ikonok, illetve érintő gombok segítségével tudunk a menüben császkálni, de ha véletlen túlmegyünk, akkor sem kell visszapörgetni, hanem körbe tudunk járni minden menüpontot, tehát ez egészen gyors használatot eredményez. Kezdjük a szokásos rádióval, ami tényleg ugyanúgy néz ki, mint más márkák esetében. A különféle csatornákat sorolja föl nekünk a szoftver, ami az adott városban éppen elérhető, mint múltkor úgy most is éppen Szegeden tartózkodom, éppen ezért az itt látható csatornák jelen esetben a délalföldi városban foghatóak. Mondjuk, hogyha belemegyünk az egyik csatornába, aztán a másikba, pillanat alatt történik a váltás, és hát föl is hangosítom, hogy a hangszórónak milyen minősége van. We are the beautiful ones, we are the Rádió. And I could be your favorite girl forever, perfectly together. Abszolút rendben van a Kodiaqnak a hangrendszere, és nem csak FM, hanem AM sávok között is tudunk kutatni, valamint az adólistát is kilistázhatjuk, tehát ennek köszönhetően, hogyha valaki popzenére vágyik, vagy inkább a híreket hallgatná, akkor annak megfelelő csatornát tud egy pillanat alatt választani. Nem csak automatikusan, hanem manuálisan is lehet hallgatni a rádiót, hogyha szeretnénk, tehát beállítanánk, valahol olyan területen tartózkodunk, ahol mondjuk nem jó az automatikus hangolás, akkor finoman be is tudjuk állítani akár mi is. A beállítások menüpontban még különféle lehetőségekkel találkozunk, talán a memória törlés az egyik lehetőség, hogyha túlságosan úgy gondoljuk, hogy már össze-vissza van minden, és a rádiószöveget is meg tudjuk jeleníteni, hiszen RDS képes maga a rádió. Visszamegyünk, megyünk a média menüpontba, ami a telefonhoz való csatlakoztatást segíti, méghozzá akár Bluetooth segítségével, de ha mondjuk ez nekünk nem tetszik, akkor más forrást is választhatunk, például SD kártya, USB, Bluetooth audio, Wi-Fi, AUX, USB 2, második SD kártya, vagy akár CD, DVD is, és akkor még a Jukeboxot nem is említettem, tehát elég sok forrást meg tudunk adni. Ha rányomunk a play gombra, akkor már is a telefonon tárolt zenéket tudjuk elérni, és működik is a történet egy pillanat alatt. Mint látható, pillanat alatt lehet váltani itt is a zeneszámok között, nem csak a sima zenelejátszót képes kezelni, hanem akár a Spotify-ra is rá tudunk menni egy pillanat alatt. Itt is vannak beállítások már egy picikét más lehetőségekkel, itt a hangzás menüpont például olyan, hogy itt van a hangerő, a balance fader, a kanton optimalizálás, mivel ebben a járműben kanton hangszórók vannak, tehát ez is biztosítja azt, hogy az átlagosnál sokkal jobb minőségű hangszórókkal tudunk dolgozni. Még sugárzó, hangsugárzó, érintőképernyő hang, tehát itt azért egy pár dolgot még finoman be tudunk konfigurálni, és ez egy nagyon jó dolog, hogyha valaki zenét hallgat, és visszamegyünk a média közé, és már is itt vagyunk a főképernyőn. A telefon menüpont hasonlóan működik, mint a zenelejátszás, itt is Bluetooth-on keresztül épül fel a kapcsolat, és tudunk számokat hívni, méghozzá pillanat alatt, és mint látható, nem csak ez alapján tudunk egyébként keresni, nem csak számok, hanem betűk alapján is, tehát egy pillanat alatt elérjük a névjegyzéknek a különféle részeit, és a partnereket pillanat alatt föl tudjuk hívni, hogyha szeretnénk. Van segélyhívás, hangpostafiók, tehát a szokásos menüpontok. A kapcsolatoknál lehet elérni az előbb említett kontaktokat, akár simán is, SMS-ekbe is bele tudunk lépni, bejövő üzenetet, elküldött üzenetek, piszkozatok, szinte minden rendelkezésünkre áll. És hogyha szeretnénk, akár el is tudjuk olvasni a különféle üzeneteket. Vannak még telefonhívások az elmúlt időszakból érkező, illetve az általunk indított vagy a nem fogadott hívásokat is el tudjuk érni. A beállítások menüpontban pedig a telefont tudjuk kiválasztani, felhasználói profilt létre tudunk hozni, tehát elég sok minden rendelkezésünkre áll. Az autó menüponttal folytatnám. különféle információkat tudhatunk meg az eddigi vezetésről, tehát például, hogy mennyit fogyasztott az autó, mégis mit tudtunk, hogy vezettünk, off-road esetleg, ha bekapcsoljuk, akkor itt vannak különféle információk, éppen az, hogy hány fokos az olaj, meg tudjuk nézni azt is, hogy akár hány fokos dőlészögben vannak jelenleg a kerekek, hogyha én mozgatom, akkor itt látszik jelenleg, hogy 16 fok az, amiben most éppen elkezdtem így tekergetni a kormányt, de ez jobbra-balra működik természetesen, és tök jó dolog, hogy erről visszajelzést kapunk, de más lehetőség is van, olaj, víz, hőfok, milyen magasan vagyunk a tengerszinthez képest, mert ezt is méri, az iránytűt is el tudjuk jönni egy pillanat alatt, tehát ez mondjuk a terepen megyünk, akkor eléggé hasznos tud lenni. A komfortfogyasztó, itt meg lehet nézni, hogy mik azok az eszközök, amik a legjobban zabálják esetleg az üzemanyagot, azon kívül egyébként, hogy az autó maga is azért képes legalább 10 liter üzemanyagot elfogyasztani 100 kilométeren, és ez átlagos érték, tehát ez országúton, autópályán, valamint városban sem nagyon változik, nyilván plusz-minusz 1 litert azért esetleg hozzá lehet számolni, vagy ki lehet vonni belőle különféle helyszíneken. Vezetési adatok, ez is nagyon nagyszerű, hiszen itt is látjuk az indulástól, hogy mennyit fogyasztott az autó. Hosszú időtartam esetén mennyi volt az átlagfogyasztás, itt 380 km alatt 9,9 liter, valamint itt van még az is, hogy tankolástól számítva, hogy állunk, mivel nemrég tankoltam, és most folyamatosan megy a motor, nyilván folyamatosan megy fölfele az átlagfogyasztás is. A Drive Green az előbb látott rész, hogy mikor, mennyire nyomtuk a gázpedált, mikor fogyasztott a legtöbbet az autó, érdemes néha kielemezni, mert akkor lehetőség nyílik arra, hogy megtanuljuk jobban kezelni egy picikét a gázpedált, és ezáltal kellemesebb átlagfogyasztást elérni. A kiválasztás mellett nagyon más már nincsen, tehát igazából ennyi. A Setup menüpontban tudunk még egy csomó dolgot megnézni, például a gumiabroncsokra ránézni, hogy mikor, hogy, mennyi legyen, tudunk gumiabroncs nyomást beállítani, mérni, figyeli ilyenkor a rendszer, hogyha véletlen az egyik résznél vagy az egyik keréknél alacsonyabb a guminyomás, akkor azonnal figyelmeztet. Érdemes ezért keresni egy tankolóállomást, vagy valamilyen helyet, ahol meg tudjuk nézni, hogy mi lehet a probléma. Világítás, Light Assist, tehát mondjuk sötétben automatikusan felkapcsolja a világítás, komfort irányjelzés, ami ugye azt jelenti, hogy 3-at villan, kisebb megnyomása az irányjelző, utazási üzemmód, coming home funkció, tehát egy csomó dolog van itt azért, amiben lehetne részletesen is belemenni, parkolás és manőverezés, automatikus aktiválás, ha mennyire csipogjon, manőverezés, fényfunkció, kiparkolás asszisztens, hiszen ilyen is van ebben a Škoda Kodiaqban, tehát akár automatikusan is képes beparkolni nekünk az autó, mindössze annyi dolgunk van, hogy a féket azért valamennyire kontroll alá helyezzük, nehogy aztán túl gyorsan menjen, vagy valamit ne vegyen észre az autó, de ez sem azt jelenti, hogy ilyenkor közben nézelődhetünk és megnézhetjük az utolsó madarat is a fán, hanem mindig figyelemmel kell kísérni az adott parkolási műveletnek a folyamatát. Ülésekre is rá tudunk nézni, gépkocsi aktiválásra, hogyha bekapcsoljuk az autót, akkor azonnal, például, hogy beindítjuk az autót, akkor azonnal visszáll az ülés oda, ahova mi beállítottuk, ilyet is lehet, mértékegység, szervíz, kombinált műszer, tehát itt azért elég sok mindent találunk. A navigáció az, ami még szintén érdekes, hiszen azért itt rengeteg dolgot elérünk. A internetet is lehet adni az autónak természetesen, akár Wi-Fi hotspot segítségével, ennek köszönhetően a forgalmat is jobban fogja figyelni, így csak egy sima navigáció, aminél könnyen meg tudjuk adni az új úti célt, mondjuk nem a Marostói utcába megyünk, hanem a Csongrádi sugárútra. Például akkor be tudjuk állítani, magyarul beszél, de azért mondjuk meg is mutatom, hogy mennyire. És indítás. Az útvonal számítása folyamatban. És mint hallható volt, magyarul mondta, hogy az útvonal számítása folyamatban. Válasszon útvonalat. Most is magyarul szólalt meg, lehet leggyorsabbat választani, a legkönnyebb utat, tehát többféle funkciót elérhetünk, hogyha mondjuk egy útvonalat megterveznénk. Különleges úticél nézet, a nézetnél többféle rendelkezésünkre áll, a Google Earth is, abban az esetben, hogyha internetet adunk az autónak, ezt már a külön videókban esetleg meg is mutattam, vagy más autóknál is. Van éjszakai üzemmód, hogyha éjszakaira kapcsolunk, akkor sokkal kellemesebb lesz a szemünknek, hogyha éjszaka navigálunk. A beállítások menüpont még ami érdekes, itt van egy térkép, útvonal opciók, meg tudjuk adni természetesen, hogy mennyire legyen gazdaságos az útvonal, 3 alternatív útvonalat javasoljon-e, vagy csak egyet, autópályákat elkerüljük, kompokat, útdíjas utakat elkerüljük, alagutakat elkerüljük, tehát egy csomó olyan dolog, ami más navigációs programok esetén is rendelkezésünkre áll. A legnagyobb sebességnél pedig kiírja a rendszer, hogy Magyarországon most jelenleg mi a helyzet, 50-nel a városban, 90-nel azon kívül, országúton 110, vagy autóúton pontosabban, és 130 az autópályán, ezek a megengedett sebességek. A navigációs közlemények, itt be lehet állítani, hogy milyen legyen a hangerő, mondjuk mi nem szeretnénk azt, hogy dumáljon nekünk a navigáció, akkor ezt ki is lehet kapcsolni automatikusan, és hát nagyjából ennyi az, ami navigációt tud. Az applikáció részen érjük el az Android Autót, az Apple CarPlay-t, valamint a Mirror Link-et. Bármelyik könnyen és jól működik, mondjuk egy Android Autót egy pillanatra beindítunk, erről is volt már külön szó, tehát fölösleges valószínűleg ebbe jobban belemenni, de most hozzácsatlakoztatok egy telefont az autóhoz, engedélyezem a hozzáférést, és mindjárt újra kapcsolódik, hiszen először meg kellett adnom az engedélyeket. Android Auto indítása, már a telefon egyébként ki is írja. Íme, már benne is vagyunk az Android Autóba, és a szokásos funkciókat természetesen bármikor el tudjuk érni. Most én közben le is választottam a telefont. Még a menübe visszamegyünk, hiszen van még egy érdekességünk, ez a Škoda Connect, ez a Škodának az egyedi alkalmazása, ehhez kell egyébként egy applikáció a telefonra is, szóval erről majd későbbiekben lesz külön szó. Böngészhetjük a telefonon tárolt képeket, a hangzást be tudjuk állítani, akár visszamehetünk az előbb említett rádióhoz is, de még a beállításokba szeretnék egy picikét kutakodni, hiszen itt tudjuk a képernyő fényerejét változtatni, idő és dátum, további billentyűzetnyelvek, mértékegységek, tehát a szokásos megoldások, és akár itt lehet megadni azt, hogy mondjuk Wi-Fi hotspotként a mobilról internetet biztosítunk a gépjárműnek, itt lehet beállítani azokat a funkciókat, amik ezzel kapcsolatosak. Visszamegyünk a menübe, tehát nagyjából ennyit tud a Škodának a feljelölti rendszere, elég bőséges a mindennapokban, és talán mindenre elég is, amire nekünk, az átlagos felhasználóknak szükségünk lehet. Én köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!